Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Ez a Győri Hét a Győr Plusz Televízió heti hír összefoglalója. Nézzük, melyek voltak a legfontosabb események és történések ezen a héten Győrben és környékén. A Dunán és mellék folyóin levonuló árhullám miatt pénteken előbb a Petőfi híd alatti ingyenes parkolót, majd a Móricz-Zsigmond rakpartot is lezárták a forgalom előtt. A parkolót átmenetileg nem használhatták az autósok, a rakpart közlekedését pedig elterelték. Hétfőre azonban annyi tapadt a rába, hogy napközben megszüntethették a lezárásokat, és délután visszaadták a forgalomnak a rakpartot. Így nézett ki szombat délután a Petőfi híd alatti parkoló és a Móricz-Zsigmond rakpart. Mindkét helyszínt le kellett zárni a forgalom elől a Mosoni-Duna és a Rába áradása miatt. Hétfőre azonban apadásnak indultak a folyók, így délután már újra birtokba vehették az autósok ezt az útszakaszt. A Mosoni-Dunának a vízszintje visszaúzódott olyan mértékben, hogy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, meg tudjuk azt állapítani, hogy délutántól megnyitható az alsó rakparti út, illetve hozzá kapcsolódó a Kossuth-Lajos híd is a forgalom számára, a tömegközlekedés számára is, és majd délután 3-tól lesznek a korlátozó elemek elbontva az alsó rakparti útról. Az ilyenkor szokásos takarítási munkálatokat már elvégezte a Győri Útkezelő Szervezet, együttműködve a Győrszol munkatársaival, hiszen mindaddig, amíg ez nem történik meg, nem lehet megnyitni a területet. Máté Tóth Péter híradóknak elárulta, ilyen esetben sokszor előfordul, hogy néhányan ott felejtik az autójukat a lezárt területen. Mi minden esetben, amikor egy zárásról határozunk a vízszint függvényében, akkor mi a győri rendőrkapitányságot értesítjük egyrészt a lezárás tényéről, másodszorban kérjük a rendőrkapitányság segítségét az ügyben, hogy a bent parkoló autó tulajdonosét, hogyha van módja rá, akkor keresse meg és távolítassa el az autókat, hiszen egy árvízveszély egy másfajta fokozatot jelent. Hétfőn délután 3 órától tehát újra bátran parkolhatnak az autósok a Petőfi híd alatt, illetve használhatják a Móricz-Zsigmond rakpartot is. A múlt héten még korainak tűnt, most azonban már csak a téli gumi ad biztonságot az utakon, ezt mondják a szakemberek. A következő napokban a legtöbb helyen mínuszokkal indulnak a reggelek, és napközben sem lesz 10-12 foknál melegebb. Ilyen időjárási körülmények között már ajánlott a téli abroncs használata, főleg annak, aki sokat autózik. Hozzáértők szerint egy jó téli gumi bizonyos helyzetekben életet menthet, ugyanis havas, latyakos vagy jeges úton sokkal jobban tapad, mint a nyári. Sorban állás még nincs, de egyre többen döntenek amellett, hogy télire cserélik nyári gumiaikat. Egy hete forgatott híradónk stábja Győr egyik népszerű műhelyében, ahol akkor még azt mondták, korai az abroncscsere. Aztán azóta nagyot változott az időjárás, bejöttek a hajnali mínuszok, és a napi maximum is csak 10 fok körül alakul. Ebben a helyzetben pedig már csak a téli gumiad biztonságot, mondja a szakember. Nagyon sokat nyerhetnek azzal, hogy a nagy téli gumiruhamat el tudják úgy kerülni, hogyha akár még október végén, november elején cserélünk téli gumit, illetve Ausztriában, ami itt van közel hozzánk, november 1-től kötelező a téli gumi, ezért mindenkinek ajánlani tudom, hogy október második felében most már cseréltesse le a nyári gumikat télire. Országszerte csak az autósok 40%-a használ téli gumit, pedig a jól megválasztott abroncs életeket menthet. Egyáltalán nem mindegy, hogy hány méter a féktávolság mondjuk havas, latyakos vagy csúszós úton, ezért érdemes mielőbb nyáriról télire váltani. Az igazi roham majd csak a hét vége felé várható, de jobb megelőzni a sorbanállást. A téli gumi szett az nagyon sok mindentől függ az ára, autó típustól, teljesítményétől, de én úgy gondolom, hogy egy olyan 50-60 ezer forinttól lehet számolni egy garnitúrát szereléssel együtt, és nyilván innentől felfelé indulunk típustól függően. Azért is érdemes sietni, mert a környező országok közül többen, például Ausztriában és Szlovéniában kötelező a téli gumi használata novembertől, oda csak ilyen abroncsokkal szabad útnak indulni. Akinek esetleg nincs téli szettje vagy elhasználódott a korábbi, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Egy-egy jobb márkájú téli felszerelés ugyanis akár 50-60 ezer forintba is kerül. Ennyit viszont mindenképpen érdemes áldozni arra, hogy télen is biztonságosan jussunk el munkába, iskolába vagy ezek után haza. Az idei év végig kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányban 200-250 ezer biztosítót váltó autósra és növekvő díjakra számít az első magyar online biztosító.
A Genertel szerint az évvégi kampányok jelentőségének csökkenésével a biztosítók stratégiát váltottak, és már nem a lassanak költségeket sem fedező leszorított díjakkal, hanem a kötelezőhöz kínált kapcsolódó szolgáltatásokkal operálnak. A novemberben induló kampányban ismét lesz újdonság. Van olyan társaság, amely nem csak autóra, hanem kerékpára is kínál felelősségbiztosítást. Novemberben és decemberben kötik meg a legtöbben a kötelező gépjármű biztosításukat. Ilyenkor a 4,2 millió autósból 2,5 milliónál esedékes az évforduló. Eddig az ügyfelek átcsábításával és az árak csökkentésével kampányoltak a biztosító társaságok. Én is megkaptam a papírokat, de nekem van egy ügynököm, akinek át szoktam küldeni mindig az aktuális értesítéseket, és ő nézi meg, hogy van-e annál jobb. Szokott lenni általában, szokott találni jobbat. Van több autó is a családban, és általában így intézzük a kötelezőt, hogy az ügynökön keresztül bonyolítjuk. Így egyszerűbb is, meg szerintem hatékonyabb. A szakértők szerint a kötelező biztosítás egyre nagyobb veszteséget termel, ennek oka a kárkifizetések emelkedése, amit azzal magyaráznak, hogy Magyarországon növekszik a gépjármű állomány leginkább a használt kocsik behozatalával. Így az autósok a biztosítási díjak drágulására számíthatnak, és azt a biztosítót érdemes kiválasztaniuk, ahol átszerveződve a legkevésbé emelkedik a költségük. Ennek ellenére sokan maradnak a már megszokott társaságnál. Nem is szoktam nézelődni, mert évek óta ugyanannál a társaságnál vagyok, évi befizetéssel, csekkel, tehát nem nagyon járok ilyen dolgoknak utána. Tehát akkor egyébként elégedett ilyen szempontból az ára? Elégedett vagyok, van egy kaszkóm is, meg két kötelezőm az Unikánál, nem szoktam utána járni ezeknek a dolgoknak. A taxisoknak évente 70-80 ezer forintot kell fizetniük a kötelező biztosításra. Szerintük a biztosítóknak jobban kéne honorálni a balesetmentes közlekedést. Szoktam váltani biztosítót, így a taxikra elég drága a biztosítási díj. Hát egy évben 70-80 ezer forintot kell fizetni. És ez mindig csak emelkedett. Hát most találtam egy biztosító társaságot, ahol a felére csökkent, hát nem tudom ez évben hogyan fog sikerülni majd biztosítót váltanom. Mindig az olcsókhoz megyek. Szerintem szelektálni lehetne azt, hogy remizálni évenként, ha valaki, nem csak taxisok, mások is, ha nem okoznak közvetlen balesetet, kárt másnak, azt a biztosító honorálja. A díjak pontos változásait pénteken tudhatjuk meg, ugyanis a hazai biztosítók akkor teszik közzé a kötelező biztosítások árait, amelyek idén nem az újságokban, hanem kizárólag a biztosítók, az Alkuszok és az MNB honlapján jelenik majd meg. Tovább bővülnek a magyar-kínai kapcsolatok. Kedden testvérmegyei megállapodást írt alá a Gyurmoson-Sopron megyei önkormányzat és a kínai Hubei tartomány. A magyar és a kínai fél majdnem pontosan egy éve kötött szándéknyilatkozatot a lehetséges együttműködésről, azóta pedig a kölcsönös látogatások során kiderült, érdemes megerősíteni a partnerséget. A magyar-kínai kapcsolat erősítéséből a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Széchenyi István Egyetem is kiveszi a részét. A kamara és az intézmény szintén írásbeli megállapodásokat kötött a kínai partnerrel. Mai naptól hivatalosan is testvér-megyei kapcsolatokat kezdhetünk Hubei tartománnyal. Saját irodájában fogadta a közel 100 fős kínai delegáció vezetőjét a megyei közgyűlés elnöke. Németh Zoltán röviden be is mutatkozott Wang Gusengnek, hiszen a megye első embereként most először találkozott Hubei tartomány kormányzójával. Gyurmoson-Sopron és a 61 milliós kínai tartomány közel egy éves előkészítő munka után jutott el oda, hogy együttműködési megállapodást kössön egymással. Két héttel ezelőtt választások voltak, és ezt követően lettem én dr. Szakács Imre utódjaként a közgyűlés elnöke. A megyeháza dísztermében kibővült a kínai delegáció, tartományi vezetők, négy nagyváros polgármestere és vállalkozók is érdeklődve figyelték a megyei elnök és a tartományi kormányzó felszólalását. Németh Zoltán és Wang Gusheng is arról beszéltek, hogy komoly lehetőségek rejlenek a magyar-kínai együttműködésben, amelyben a folytonosságot képviseli Gyurmoson-Sopron és Hubei erősödő kapcsolata. A megyei közgyűlés elnöke már az ünnepélyes testvérmegyei megállapodás aláírási helyszínén a zsinagógában híradónknak azt mondta, példaértékű és Magyarországon egyedülálló, hogy Gyurmoson-Sopron és Hubei hivatalos együttműködési megállapodást köt.
A magyar kormány meghirdette a keleti nyitás politikáját, Győr városa pedig most már közel 2 évtizede testvérvárosi kapcsolatot létesített Wuhannal. Az eredményes együttműködésnek is köszönhető, hogy ez most már a megyére is kibővült. Ez egyébként egy egyedülálló dolog lesz Magyarországon, hiszen olyan megye, aki testvérvárosi, testvérmegyei kapcsolattal rendelkezik kínai tartománnyal, olyan Győr-Moson-Sopron megyén kívül egyelőre nincsen. A gazdasági kapcsolatok, a kulturális kapcsolatoknak az erősítése, ápolása, és hát az ebben rejlő potenciál kiaknázása az most a fő feladatunk. Az együttműködő felek egy-egy rövid film erejéig be is mutatkoztak a résztvevőknek, majd előbb a tartományi kormányzó, aztán a kínai kereskedelmi attasé is arról beszélt, milyen fontos partnere Kínának Magyarország. Szerintük pedig Győr és Wuhan, illetve Győr-Moson-Sopron és Hubei együttműködése tovább erősítheti a két ország kapcsolatait. A hivatalos ceremónia zárásaként előbb a megye és Hubei tartomány kötött testvérmegyei megállapodást, majd a Széchenyi Egyetem és a Megyei Kereskedelmi Iparkamara is szándéknyilatkozatot írtak alá kínai partnereikkel. A magyar-kínai kapcsolatok erősödését mutatja, hogy a közeljövőben Sopron és Kapuvár is testvérvárosi megállapodást készít elő egy-egy Hubei nagyvárossal. Járműipari beszállítói kapcsolatok konferencia címmel tartottak szakmai napokat a Széchenyi István Egyetemen, a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamarattárs szervezésében. A rendezvényre elsősorban kis- és középvállalkozások képviselői jelentkeztek, de nagyvállalatok is képviseltették magukat. A konferencia célja az volt, hogy a járműipari szakemberek megismertessék a legfrissebb eredményeket a járműiparban érdekelt beszállítókkal. Járműipari beszállítói kapcsolatok konferencia címmel tartanak szakmai tanácskozást a Széchenyi István Egyetemen. A konferencia alapját a Kampusz Közúti és Vasúti Járművek Tanszéke, a Járműipari Kutatóközpont és a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozatának korábbi rendezvényei teremtették meg. Az egyetem és a kamara közös rendezvényére főként kis- és középvállalkozások regisztráltak, de a nagyvállalatok is képviseltették magukat. A konferencia célja az volt, hogy a hazai járműipari kutatók megismertessék a legfrissebb szakmai eredményeket a beszállítókkal, valamint hogy kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással a résztvevők. Ugye mindig is azt mondtuk a kamarában, hogyha megfigyeli a riportjainkat, hogy akkor leszünk mi boldogok, és az a célunk is egyben, hogyha a helyszínen már nagy sikerrel működő erős multinacionális vállalatoknak a kis és közepes magyar tulajdonú vállalatok, mint egy ilyen beszállítói háló fognak egy ilyen alátámasztást adni. A Széchenyi Egyetem rektora, dr. Földesi Péter is a kapcsolatok jelentőségére mutatott rá, hiszen a multik is csak akkor tudnak beilleszkedni egy adott régió életébe és fellendíteni azt, ha kialakítják a megfelelő partneri kört. Azt látjuk, hogy hiába van egy régióban egy vezető autógyárt, hogy bármilyen nagy cég, ha nem tudja hosszú távon kialakítani ezeket a kapcsolatokat a beszállítóival, akkor lehet, hogy a cég ott van, de a régió maga nem fejlődik. És ugye ez a szerencsénk, hogy a Győr régióban nem ez történt, de látjuk a világban, és látjuk Magyarországon is, hogy máshol azért nem ilyen egyszerű a helyzet. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a párbeszédé a jövő, amit a felsőoktatás szereplői és az egyes vállalkozások folytatnak egymással, annak érdekében, hogy egymást erősítsék, ami által az adott régió is erősebbé válhat. A kormányzat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiadott egy anyagot, hogy fokozatváltás a felsőoktatásban. Ebből én két gondolatot emelek ki. Az egyik gondolat az, hogy a gazdaság, a vállalkozások visszacsatolását figyelembe kell venni a felsőoktatásnak. A másik gondolat az, hogy a kutatás, fejlesztés, innováció tekintetében a felsőoktatás legyen bázisa a vállalkozásoknak, és mind a mellett közös projektekben a forrásokban is részesedjen, hogy ez a finanszírozásnak egy eleme. A plenáris előadások és szekcióülések mellett arra is lehetőséget biztosítottak a konferencia szervezői, hogy a vállalatok standokon mutatkozzanak be a résztvevőknek. A kötelező gépjármű biztosítások 5%-os emelkedésére számítanak a magyarországi alkusz cégek. Az általunk megkérdezett szakértő szerint idén is érdemes váltani biztosítót. A különböző társaságok a díjakat azonban már nem tudják tovább csökkenteni, inkább a szolgáltatások bővítésével próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket. Azt gondoljuk, hogy egy pici emelkedés lesz a kötelező felelősségi biztosításoknak a díjában. Tehát, hogyha így nézzük, akkor érdemes mindenképpen megnézni
az összehasonlító oldalakat, az összehasonlító felületeket, ahol meg tudod nézni azt, hogy milyen biztosítók milyen arányban emeli ennek a kategóriájú autónak a díját. Mondja az egyik legnagyobb Alkusz cég vezetője a kötelező gépjármű biztosítási díjakról. 5%-os emelkedésre számítanak, bár ezt előre nehéz megállapítani. Már lejárt az az időszak, amikor a társaságok nagyon olcsón tudják kínálni ezt a terméket, ráadásul a piacra többféle tendencia hat. Ilyen a benzinár csökkenése, ami az autóhasználók számát növelte. Az biztos, hogy érdemes komplexen körülnézni. Tehát érdemes úgy megnézni a biztosításokat, hogy nem csak a kötelezőre fókuszál az adott ügyfél, mert azt már hogy megszokta mindenki, hogy évvége, akkor a kötelezőt megnézzük, na, tudnak-e olcsóbbat, nem tudnak. Érdemes megnézni a kötelező mellett, milyen kiegészítő biztosítások vannak, hiszen a biztosítók nagyon kreatívan minél több kiegészítő szolgáltatást tesznek a kötelező mellé, és így, hogyha ügyesek vagyunk, jó körültekintőek vagyunk, vagy a tanácsadó jó tanácsokat ad nekünk, akkor szertehetünk valamilyen plusz kényelmi szolgáltatásra, akár térítésmentesen is. Például a lakásbiztosítások is sokat változtak az elmúlt 4-5 évben, hívta fel erre a figyelmet az ügyvezető, és a különböző biztosítási fajták is összekombinálhatók. Egy olyan kreatív ötletet tettünk bele a lakásbiztosításba, hogy a lakásbiztosítás fizet az ügyfélnek akkor, hogyha a kaszkóra fizetne a biztosító, és ugye a kaszkónak mindig van egy olyan része, amit nekünk kell állni, ez lehet olyan szerencsésebb esetben ez 50 000 forint, ha valaki nem figyel, akkor annak akár 300 is lehet ez az önrész. És ebben az esetben ugye ebből az önrészből a biztosító a lakás biztosításából átvállal 50 000 forintot. A másik meg az elektronikus kütyük, ugye tabletek, notebookok, meg telefonok, ezek az okostelefonok. Hogyha esetleg ráborul véletlenül a TEA, ezt is fizeti adott esetben a lakásbiztosítás. Azok az autósok, akik évfordulósok november 1 és 30-a között mondhatják fel az eddigi szerződésüket, és december 31-jéig köthetnek új kötelező gépjármű biztosítást. Hosszabb nyitvatartás lesz a hétvégén a győri temetőkben. Minden Szentekkor és halottak napján több mint 100 000 látogatót várnak a sírkertekbe. Nádorvárosban elektromos kisautó segíti a távolabb lévő sírok megközelítését, az engedéllyel rendelkezők pedig délelőtt saját kocsijukkal is behajthatnak a temetőbe. A folyamatos közlekedést rendőrök és polgárőrök segítik a hétvégén, ők a temetők és a parkolók biztonságára is ügyelnek majd. Hetek óta dolgoznak a Győrszol munkatársai azért, hogy a hétvégi ünnepre tiszták és rendezettek legyenek a győri temetők. A kegyeleti hétvégé reggel 7-től este 8 óráig lesznek nyitva a sírkertek, ahová komoly tömeget, közel 100 000 embert várnak. A szolgáltató felkészült a nagy forgalomra és ígérik, minden rendben lesz minden Szentekkor és halottak napján. Már több mint 3 hetet naponta 40 munkatársunk gyűjti a folyamatosan hulló falevelet. Ezzel együtt megtörtént a burkolt utaknak a seprése, a kavicsos utaknak a gerebjézése, folyamatos a szemétszedés, általános takarítás. Győrszol ZRT-nek az a fő célja, hogy mire a kegyeleti megemlékezés elérkezik, a sírkertek szép állapotban legyenek. A kutak is működni fognak az ünnepi hétvégén, így könnyebb lesz majd rendbe tenni a síremlékeket. Itt a nádorvárosi temetőben egy 6 személyes elektromos kisautót is használhatnak az idősek vagy a mozgásukban korlátozottak. Reggel 7-től 11-ig pedig behajtási engedéllyel be is lehet menni autóval a sírkertekbe. Idén a halottak napján és minden Szentekkor üzemelni és működni, járni fog a nádorvárosi köztemetőben a 6 személyes elektromos kisbusz. Pont az a cél, hogy a zsúfoltságot csökkentsük ezzel, szintén a mozgásukban korlátozott, illetve a nehezen mozgóknak szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a távolabbi parcellákban lévő sírhelyeket könnyebben megtalálják. A kegyeleti ünnepek alatt rendőrök és polgárőrök is vigyázzák majd a temetőket, illetve azok környékét. Ennek ellenére a szolgáltató és a rendőrség is azt kéri az emlékezőktől, hogy a szokásosnál is jobban figyeljenek oda értékeikre. Peking továbbra is a híd főszerepét szánja Magyarországnak Európához fűződő kapcsolatában. Ezt mondta a kínai külügyminiszter kedden, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter a megbeszélések után úgy fogalmazott. Kínai részről jól érzékelhetően kiemelkedő fontossággal kezelik a kínai kelet-közép-európai regionális együttműködést, és nagyra értékelik, hogy hazánk ebben a zászlós hajó szerepét tölti be.
A keddi ünnepélyes aláírás, amivel Győr-Moson-Sopron megye és a kínai Hubei tartomány szentesítették, hogy erősítik gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat. Ez az első ilyen jellegű megállapodás Magyarországon, annak ellenére, hogy a legtöbb kínai befektetés körülbelül 3,5 milliárd dollár értékben éppen nálunk valósult meg a közép-kelet-európai régióban. Kedden Szijjártó Péter külügyminiszter is Kínában tárgyalt arról, hogyan lehetne tovább erősíteni a magyar-kínai kapcsolatokat. Kína továbbra is a hídfő szerepét szánja hazánknak az Európához fűződő kapcsolatában, ennek pedig egyik pillére lehet a megye és Hubei között létrejött együttműködés. Mintegy 70 vállalkozó az élet minden területéről van itt, és gyakorlatilag ők befektetési helyszínt keresnek Magyarországban. Most egyébként a delegációk, tehát 6 delegáció van itt, 6 különféle csoport érkezett, és Kapuvár-Sopron térségébe is mennek majd innen tovább, előtte Budapesten voltak, tehát ők azt keresik, hogy hol fektessék be a pénzüket, hol lehetnek olyan kapcsolódási pontok, amiből aztán mi is profitálunk majd remélhetően. A megyén kívül a Kamara és a Széchenyi Egyetem is szándéknyilatkozatot írt alá kínai partnerével, míg Sopron és Kapuvár hamarosan testvérvárosi együttműködésre léphet egy-egy Hubei nagyvárossal. Győr pedig már 20 éve építi együttműködését Wuhannal. A közel 100 fős kínai delegáció kedden az egész várost bejárta. Megnézték az egyetemet, jártak a Városházán és a Győr-Szolnál is, vagyis a roppant fejlett és gazdag 61 milliós Hubei komolyan gondolja a magyar szál erősítését. Ennek komoly befektetések, fejlesztések és munkahelyteremtés lehet az eredménye a régióban a következő években, amiből pedig az itt élők profitálhatnak a leginkább. Enterprise Europe Network nyílt napot tartottak a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A külpiacra jutást előtérbe helyező szakmai napon bemutatták az Unió egyetlen vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózatát, és ismertették a szolgáltatásokat. Az eseményen előadást tartott dr. Kemény Dénes is, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Külpiacra jutás, saját cégprofil készítés és a nemzetközi adatbázisba való bekerülés. Ezek is terítékre kerültek az Enterprise Europe Network nyílt napján a megyei kereskedelmi és iparkamara székházában. Mint ismeretes, 2006-ban a kamara egy konzorcium keretében nyert el az Unió egyetlen vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata, vagyis az Enterprise Europe Network képviseleti lehetőségét, a pályázat pedig idén zárul. A megyei kamara a 2020-ig tartó ciklusra is pályázott, és a jövőben is része lesz a hálózatnak. A következő uniós ciklusra, 2020-ig terjedőre úgy szintén pályáztunk ugyanezzel a konzorciummal, és 2 hete kaptuk a levelet, hogy a konzorcium megnyerte a pályázatot, és 2020-ig tovább tudunk dolgozni ebben a pályázatban, és most már egy új elem jelent meg, ez a Horizon 2020 címszalat futó projekt, tehát nagyon sok olyan innovációs és kutatásfejlesztési feladat is hárul ránk, amit a jövőben el kell végezni hangsúlyosan. A tapasztalatok szerint az Enterprise Europe Network nyújtotta lehetőségeket egyre többen ismerik és keresik is a vállalkozások közül, hogy ezzel adjanak újabb lökést cégüknek. Sokféle szolgáltatással igyekszünk a vállalkozások nemzetközi piacra lépését segíteni. Ilyen lehet például a szellemi tulajdonvédelem, a pályázatokkal kapcsolatos információ, forráshoz jutás, a határon átnyúló szolgáltatással kapcsolatos kérdéseknek a megválaszolása, vagy éppen innovációmenedzsment, ami egy fontos területe az Enterprise Europe Network szolgáltatásainak. A nyílt napon nagy érdeklődés övezte dr. Kemény Dénes előadását, aki kemény üzeneteivel a sporton keresztül a sikerhez vezető utat is felfestette a hallgatóság előtt. Én azt mondom, valaki akkor sikeres, hogyha kihozta magából a képességeit. Ha egy erősebbet talál az útján, tehát egy sporteseményre gondolunk, akkor az tisztességgel ki is lehet kapni, és el is lehet esetleg veszteni egy döntőt, hogyha aznap a másik jobb, vagy egyébként a másik jobb. A leglényegesebb az az, hogy az már sikeres, aki bárhogy is alakul a tevékenység, legyen az munka, vagy legyen sport, másnap reggel belenézhet nyugodtan a fogmosáskor a tükörbe, hogy ami rajtam múlott, azt én mind megtettem, alázattal. Az Enterprise Europe Network nyílt napján több cég is képviseltette magát, akik hasznos tanácsokkal segítették az érdeklődőket. Sikeres Győr-Moson-Sopron megyében az akciós tűzifa értékesítés. Október elejétől 22 állami erdőgazdaságnál mintegy 170 ezer köbméter lakossági tűzifát árusítanak, 10% kedvezménnyel országszerte.
Ebből alig 3 hét alatt már 26 ezer köbméternyit el is adtak. A kisalföldi erdőgazdaságnál is egyre többen kihasználják az akciót. Ravasz mellett már kitermelték a tüzelésre alkalmas csert. Az akció méteres hosszúságú fára érvényes, amit térítés ellenében az erdőgazdaság házhoz szállít a megrendelőnek. Egy család maximum 10 köbmétert kaphat a kedvezményes fából. Az erdőgazdaságnak 4 erdészete van, ahol lehet igényelni a fát. A győri, a kapuvári, a János Somorjai és a ravaszdi erdészet. A honlapunkon mindegyiknek megvan az elérhetősége, úgy telefonos, internetes, mint személyes felkeresés céljából. Amit erről tudni kell, hogy miután érdeklődtek, lehet akár telefonon, vagy akár e-mailben is érdeklődni, akkor végső soron be kell menni ténylegesen is az adott erdészet épületébe. Ott konkrétan meghatározzák, hogy mekkora mennyiségű faanyagot szeretne, milyen fafajból az illető, őnek ki ezt az összeget be kell fizetnie. Ez a teherautó naponta legalább 4-et fordul. A 10%-kal olcsóbb tűzifára nagy az igény, amelyből a megyében eddig 1000 köbmétert értékesítettek. Töretlenül nagy az érdeklődés ezt követően is. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondanunk és kérnünk el a lakosság türelmét és megértését, hogy mivel az igények egyelőre jóval magasabbak annál, mint amit a szállítókapacitásunk, illetve a folyamatban lévő fakitermeléseink tudnak biztosítani, emiatt egy körülbelül 1-2 hetes várakozási idő kialakult. A 10%-os árcsökkenés egy háztartásnak átlagosan 20-30 ezer forint megtakarítást jelent a fűtési szezonban. Első körben a 170 ezer köbméter lakossági tűzifa a készlet erejéig tart, de a Földművelési Minisztérium szerint a keret később bővülhet. Változatlan árakon dolgoznak a Minden Szentekre és Halottak napjára készülő virágüzletek és a kereskedők. A vágott virágokat és a szebbnél szebb koszorúkat is szinte hajszál pontosan ugyanannyiért kínálják, mint tavaly. Az árusok már jó előre felkészültek az ünnepi rohamra, hetek óta széles a választék minden olyan díszből, ami a sírokra kerülhet a következő napokban. Tapasztalatok szerint az emberek szívesen költenek halottaikra, így ugyanúgy kelendő a 10 000 forintos koszorú, mint az 1000 forintért kínált fenyődísz. 300 a nagy virág, ebből meg az szerint, hogy mennyi virág van rajta. Ez például 300, és ami kevesebb van, olcsó. 150-ért is van virágunk. 350-ért, 4-ért a csokra. Vágott virágból is van bőven a temető előtti árusoknál, ezt mutatta meg stábunknak ez a kereskedő. Máskor a színes, halottak napja és Minden Szentek környékén inkább a fehér virág megy jobban. A kereskedők azt mondják, viszik a virágokat, mint a cukrot, az emberek többsége ugyanis nem sajnálja a pénzt halottaira. Ráadásul az árak tavalyhoz képest semmit sem változtak. Itt a nádorvárosi temetőnél már hetek óta kínálják portékájukat a termelők, akiknek egyelőre jó forgalmuk van. Inkább a kisebb és a drágább koszorokat keresik, tehát a középkategóriát annyira nem. Árak pedig nem változtak a tavalyihoz képest, tehát mindenki próbálja tartani, hisz a fizetések sem mentek följebb, így aztán a nagyjából 1000 forintos koszorok, amik úgy mennek, illetve a 4-5 ezer forintos, aki mondjuk egy sír emlékre nagyobbat szeretne, összedobják, és akkor olyat vesznek rá. Bár ahogy közeledik a hétvége, egyre többen látogatnak ki a győri temetőkbe, egyelőre rohamról azért még nem beszélhetünk. Pénteken, szombaton és vasárnap becslések szerint több mint 100 000 embert várnak a sírkertekbe, ebből a tömegből azonban most még nem sokat érezni. Az árusok szerint a hétvége lesz igazán erős, az emberek többsége ugyanis mindig az utolsó pillanatra hagyja a temető látogatást. A kereskedők minden esetre felkészülten és hatalmas választékkal várják a halottaikra emlékező győrieket. Július 2015-től 700 000-től 1 170 000 forintig lesz igénybe vehető az otthonteremtési támogatás. Nem csak új lakások vásárlására, építésére, hanem használt lakás vásárlására, vagy a meglévő bővítésére is. Ezt jelentette be Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Az egyszeri támogatást tartalmazó szocpolt eddig csak szigorú feltételek mellett új lakások esetében lehetett igénybe venni. A szabályok lazítása, vagyis a használt ingatlanokra való kiterjesztése azonban komoly lökést jelenthet a fellendülőben lévő lakás- és hitelpiacnak. Egyre nagyobb a mozgás a megyei ingatlan piacon. Az idejében már érezhető volt a pozitív elmozdulás. A kereslet és a kínálat is bővült, ugyanakkor a panellakások jelenleg nagyon drágák, mondja az egyik győri ingatlaniroda vezetője.
Jellemzően azt tudom mondani, hogy megemelkedtek az árak panellakásoknál. Itt már szinte irreálisan magasan adják a tulajdonosok eladásra. Viszont a többi családi házas és egyéb ingatlan eladásában, a használt lakásokról beszélek, abban pedig a 2015-ös évben várunk egy pici áremelkedést. A kereslet az hál' Istennek ezen a területen van. A panel lakásokért négyzetméterenként akár 220 ezer forintot is elkérhetnek az eladók. Idén 5-10%-kal emelkedtek az árak. Az értékesítők szerint még nehéz pontosan meghatározni, hogy az úgynevezett SOSPOL kibővítése milyen hatással lesz az árakra, de az valószínű, hogy a hitelpiacnak is egy nagy lökést adhat. Az egyszerű otthonszerzési támogatást eddig csak új lakások vásárlása esetén lehetett igénybe venni, de sok fiatal nem tudta kihasználni. Tavaly az egész országban mindössze 514-en kötöttek szerződést a jelenlegi otthontámogatási programra. Ez a száma sokszorosára nőhet, ha használt ingatlanra is jár majd a kedvezmény. Nagyon sok családnál lehetőség nyílik arra, hogy ingatlant vásároljanak majd, főleg azoknál, akik kevés önerővel rendelkeznek, mert hogy eddig nem szerettek volna magas összegű hitelt fölvenni, ez most már csökkenteni fogja a hitelösszeget, amire szükségük lesz. Illetve bízunk abban, hogy ugyanígy a hitelkamatok alacsonyan maradnak, a SOSPOL mellette az államilag támogatott hiteleket is igénybe tudják venni, és így sok családnak lehetőségük nyílik majd arra, hogy ingatlant vásároljanak. A kibővített lakástámogatása a jövő évben 4 milliárd forintot fordítanak, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának számítása szerint 10-11 ezer család juthat új lakáshoz. November 7-e és 9-e között rendezik meg az ország második legnagyobb könyves eseményét, a 14. Győri Könyvszalont. A háromnapos rendezvény során az érdeklődők a kortárs magyar irodalom legkiemelkedőbb alakjaival, írókkal, költőkkel, előadó művészekkel találkozhatnak a legnívósabb hazai könyvkiadók kínálatán keresztül, és a szalonon ismét itt lesznek Győr testvérvárosai is. Ahogy a rendezvény csütörtöki sajtótájékoztatóján kiderült, a könyves seregszemle fő helyszíne ezúttal is a színház épülete lesz, de külső helyszíneken is különböző programokon keresztül kerülhet majd közelebb egymáshoz a művészet és a közönség. Radnóti Miklósról az a Füszfa Balázs beszélhet, szombathelyi egyetemi tanár, aki éppen abdai kötődésű, és így lokálpatriótikus is kutatja Radnóti munkásságát. Radnóti Miklóshoz kötődő nulladik nappal kezdődik november 6-án a 14. Győri Könyvszalon. Ennek részleteit is ismertette a szervező dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi térvezetősége. A csütörtöki sajtótájékoztatón kiderült, a színes műsorfüzetnek hála az idei sorozat során is minden generáció megtalálhatja majd kedvenc programját. A fő mozgató elem már évek óta hasonló, meg pedig az, hogy a színház adta lehetőségeket, tehát a nagy színpad adta lehetőséget, a kisfaludi színház, kisfaludi terem adta lehetőségeket egyaránt kihasználjuk, éljünk azzal a remek technikai háttérrel és kisegítő személyzettel, amit biztosít számunkra a színház. Ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy minden korosztálynak és minden érdeklődési körnek nyújtsunk érdekes. Író-olvasó találkozók, pódium színpadi beszélgetések és koncertek is várják a Győri Teátrumba látogatókat. November 7-e és 9-e között Győrbe érkezik például Halász Judit, Kovács Kati, Deák Bill Gyula, de találkozhatunk Lovasi Andrással, Détót Krisztával, Maksa Zoltánnal vagy éppen Koncz Gáborral. Persze a gyermekprogramokról sem szabad megfeledkezni. Mi vagyunk a gyerekprogramokkal a könyvtár partnerei, ugyanott leszünk megtalálhatóak a színház földszintjén. Mind a három nap, péntek, szombat, vasárnap 10-től 18 óráig várjuk a gyerekeket. Lesznek kis játszóházak, lesznek könyvbemutatók a gyerekeknek szóló könyvekből, és lesznek kisebb produkciók, tehát várjuk ide Töreki Zsuzsit, Frankó Katát, tehát jönnek előadók, drámapedagógusok. Szeretnénk, hogy a szülőknek legalább fél óra órája legyen, hogy egy kicsit körbenézzenek a könyvek között. Az önkormányzat minden évben kiemelten figyelemmel kíséri a legnagyobb vidéki könyvszemlét. Idén 15 millió forinttal támogatta a rendezvényt. Vannak olyan
események, olyan történések, aminek nincs kézzelfogható anyagi haszna, de annál több az erkölcsi haszna, a kulturális haszna, annál több az, hogy a Győrváros közönsége vagy Győrváros polgárai jól érezzék magukat, hiszen azért ne feledjük, hogy ezen a könyvszalonon nem csak a sima könyvek bemutatása lesz, hanem több mint 100 esemény, amiben a Halász Judittól a Kaláka együttesig, illetve különböző együttesek lesznek. Szerintem a kultúrára a pénzt nem szabad sajnálni. A november 7-i hivatalos megnyitón ismét gazdára talál az alkotói díj, melyet ezúttal Cigány György vehet át. Ha kíváncsi rá, hogy mi mindennel várja még a könyv és kultúra szerető közönséget a szalon, akkor keresse fel a könyvtár honlapját, ahol a programokról is részletesen tájékozódhat. Fiától szerszel vörös rózsát, az önkormányzattól pedig értékes ajándékot kapott 100. születésnapjára a Mezei Jenőné, akit csütörtökön dr. Somogyi Tivadar alpolgármester is felköszöntött. A szellemileg és fizikailag is teljesen épp Mária néni nagy örömmel fogadta a meglepetés vendégeket, köztük híradónk stábját is. A 100 éves hölgy szinte egész életét Győrben töltötte, és mint mondta, jól érzi magát. Csak az bántja, hogy minden régi barátja meghalt már, kedvenc kutyája Foltos pedig júliusban eltűnt. Mária nénit születésnapja alkalmából családja meglepetés ünnepséggel köszöntötte. Csókolom, Somogyi Tivadar! Csókolom! Meglepetés vendég érkezett csütörtök délelőtt az egyik Blahalúza utcai házba. Itt a 12-es szám alatt lakik már évtizedek óta Mezei Jenőné. Őt látogatta meg és köszöntötte fel a város nevében dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. Emléklap Mezei Jenőné részére 100. születésnapja alkalmából. Mária néni nagyon meghatódott a köszöntésen, majd gyorsan talált is közös témát az alpolgármesterrel. A szellemileg és fizikailag is teljesen épp idős hölgy 1914-ben a fővárosban született, de szinte egész életében Győrben élt. Amióta férje meghalt, már többnyire egyedül tölti mindennapjait. Két fia, 4 unokája és egy dédunokája azonban, amikor csak teheti, meglátogatja. Mária néni csak azért szomorú, mert júliusban eltűnt kedves kutyája Foltos, a Foxy pedig borzasztóan hiányzik a születésnaposnak, az ünnepelt stábunkkal is szívesen beszélgetett. Amíg tudtam, gyönyörű, szép, virágos kertem volt, meg kézi munkáztam, meg besegítettem, amíg tudtam, hol iskolába, hol óvodába. Mindig volt, munkanélkül sose voltam, mert szerettem valamit mindig, hogy legyen értelme a napnak. Győrben egyre többen élik meg a 80, a 90, de még a 100 éves kort is, a város pedig büszke, hosszú életű polgáraira. Ezt mondta híradónknak a Mária nénit felköszöntő alpolgármester. Ritkaság a 100 éves, de én úgy gondolom, hogy a 100 évesek ugyanolyan értékesek, mint a most csak az időskorról beszélek, hiszen itt is hallottunk nagyon sok érdekes történetet, a tanácsköztársaságról, aztán hallottunk a második világháborúról. Én úgy gondolom, hogy egy városnak vagy egy országnak nagyon fontos, hogy az időseit megbecsülje, az időseit ne csak úgy tekintsen rájuk, hogy na jó, ők már mennek ki az életből, hanem úgy tekintsen rájuk, hogy őtőlük nagyon sok tapasztalatot és gyakorlatot tudunk szerezni. Akkor a délelőtti köszöntésen még titok volt az ünnepelt számára, hogy napközben családja is meglepetés ünnepséggel készült a 100. születésnapra. Oda mindenkit meghívtak, aki csak kedves Mária néni szívének, ami remélhetőleg még évekig egészségesen fog dobogni. Átadták a Széchenyi István Egyetem legjobb hallgatóinak az alapítványi céges és magánösztöndíjakat. Összesen 44 egyetemista kapott 5 támogatást. Az átadó ünnepségen dr. Földesi Péter rektor kiemelte, évről évre növekszik az ösztöndíjasok száma, és egyre több vállalat, cég tartja fontosnak, hogy segítse a fiatalok tanulmányait. Az ösztöndíját adó ünnepségen dr. Földesi Péter rektor a hallgatókat és a támogatókat köszöntötte. Köszönet illeti az adományozókat. Köszönet illeti azokat a hallgatókat, akik ezt lehetővé teszik, hogy ránk figyeljen a világ, legalábbis az a része, amit bennünket körülvesz. A felsőoktatási intézmény vezetője kifejtette, idén is nagyon nagy túljelentkezés volt az ösztöndíjakra, amelyek megszerzéséhez már nem elég a kiváló tanulmány eredmény, szükséges a tudományos és közösségépítő munka is. Mi azt szeretnénk, hogyha minden hallgatónk valamit pluszba tenne,
kötelező tanulmányoknak, és ez akár lehet TDK, lehet egyéb tanulmányi verseny, közösségi élet, sport, bármi, valami, ami a közösség számára fontos, és neki egy olyan útra való, egy olyan élmény, amit később a szakmai karrierjében, magánéletében is tud használni. Évről évre növekszik az ösztöndíjasainknak a száma, és nem csak azért nagyon sok tehetséges fiatal van, hanem egyre több felajánlás és egyre újabb ösztöndíjak jelennek meg. Én azt látom, és ennek nagyon örülök, hogy ez szinte egy ilyen nemes versengésé vált, hogy a magára valamit adó cég, aki úgy érzi, hogy ő elkötelezett és tenni akar, az megjelenik ezekre az ösztöndíjakra, és ez persze nem csak pénzkérdés. Ötfajta támogatásra pályázhattak az egyetemisták, a Győri Universitas ösztöndíjat 20-an kapták meg. Nekik 10 hónapon keresztül 20 ezer forint jár. Bokor Krisztinának nagy segítséget jelent ez az összeg, mivel költségtérítéses szakon tanul. Én Szombathely mellett egy kisvárosban lakom, és itt a Győri Egyetemen a Deák Ferenc jogi és államtudományi karon tanulok, nemzetközi igazgatás szakon. Hát a későbbiekben elsősorban a célom, hogy valamelyik nagyvállalatnál szeretnék elhelyezkedni. Az egyik diákszövetkezet 8 hallgatót támogat ebben a fél évben. Az átlagon múlt, ez volt az egyik része, azért megharcoltam, úgy érzem. Hát a lehető legjobbat kihoztam magamból. A nyelvvizsga volt még feltétel, azt már korábban megcsináltam, az megvolt. Szakmai önéletre az ott kellett még benyújtani. Nekem a szerencsém van, mert egy cégnél pont olyan munkát végzek, diákmunkát, ami végül is szakmai munkának nevezhető, mert a szakomhoz illő munkát végzek. Pénzügyi osztályon vagyok, ez volt az egy másik feltétel még. Egy ismert szállítmányozó cég már 15 éve segíti a tehetséges egyetemistákat. Az alapító tulajdonos is a Győri Felsőoktatási Intézményben végzett. Egyrészt a diplomamunkák kapcsán is már van egy olyan típusú együttműködés, ahol megjelennek nálunk a diákok, és közös munkával segítjük őket a diplomamunka megírásában, és ma is több olyan kollégánk van, ráadásul már vezetői pozícióban, akik valaha a Győri Egyetemen végeztek. Az egyetem szenátusa ebben a fél évben további 65 hallgatónak kulturális és tudományos, 54 hallgatónak pedig sportösztöndíjat adományozott. Jubileumi 25. alkalommal rendezték meg a régóta népszerű szabadhegyi találkozások elnevezésű pódiumbeszélgető sorozatot csütörtök este. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő ezúttal az ország gasztroangyalát, Borbás Marcsit hívta meg beszélgető partneréül. A vendéget ezúttal is teltház fogadta Szabadhegyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek ma is, teljesen teltházban. Ahogy mondani szokták, egy gombos tűt sem lehetett leejteni csütörtök este a József Attila művelődési házban. Annyian voltak kíváncsiak a szabadhegyi találkozások soron következő előadására. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő ezúttal a népszerű televíziós műsorvezetővel, Borbás Marcsival beszélgetett a pódiumon. Nagyon sokan kérdezték október 10-e után néhány nappal, amikor az alpolgármesteri megbízatásom lejárt, hogy országgyűlési képviselőként is folytató ez a sorozat, mint műsorvezető, ennek házigazdája leszek-e, és hát örömmel jelzem, hogy igen. Ebben az esztendőben egyébként még egy beszélgetést tervezünk, valamikor november vége felé, illetve december elején kerül erre sor, hiszen minden évben 5 beszélgetést bonyolítunk le, és én nagyon bízom abban, és egy ígéretet is kaptam az önkormányzattól és a művelődési háztól is, hogy tud ez a sorozat folytatódni. Borbás Marcsi rengeteg érdekes sztorit mesélt életéről, gyerekkoráról, arról, hogyan lett belőle televíziós személyiség, vagy hogy jut-e ideje otthon például főzésre, sütésre. A műsorvezető azt is elárulta, hogy mindig az aktuálisan futó műsora a kedvenc, így most a gasztroangyal áll legközelebb a szívéhez. Ez a műsor valahogy önálló életre kelt. Tehát ez már nem csak egy műsor, hanem ez egy ilyen nagy akcióvá vált, egy ilyen forradalommá vált. És nem beszélve arról, hogy van ez az első műsorom, aminek konkrét társadalmi és gazdasági haszna van. Idén még mindenképpen terveznek egy újabb beszélgetést, árult el televíziónak Simon Róbert Balázs. Akkor nagy valószínűséggel egy jól ismert, népszerű sportember érkezik majd Győrbe. Kedves nézőink, ennyi fért heti hír összefoglalónkba. A Győri Hét legközelebb jövő szombaton este 19 órakor jelentkezik. Akkor is számítunk a figyelmükre, viszontlátásra!